Lamine Yamal még csak 17 éves, de már most a világ legnagyobb futballtehetségeinek egyikeként tartják számon. És ezt a kijelentést egyértelműen igazolja az idei Európa-bajnokságon nyújtott teljesítménye is. Ebben a videóban az ő különös történetét fogjuk bemutatni részletesebben. Yamal egy Barcelonától körülbelül 30 kilométerre található városban, Mataróban nőtt fel. Édesapja marokkói, édesanyja pedig egyenlítői guineai, ezért a másik két válogatottat is választhatta volna a spanyol mellett. A kezdetek óta a labdarúgás szerelmese volt, ám először a grundfociban kezdte el bontogatni a szárnyait, főleg a város egyik elszegényedett kerületében, a Rocafonda 304-ben. Mindig ott voltam, egész nap játszottam, és anélkül, hogy felvettem volna a mobiltelefonomat, nem hagytam abba, izzadságtól csöpögbe mentem haza. Amikor az utcán tanulsz megjátszani, a végén nagyobb játéktudással rendelkezel, mert az utcai fociban kevesebb a szabály, és ez trükkösebbé tesz téged ahhoz képest, aki labdarúgó iskolában edződik. A fiatal játékos azóta sem felejtette el, hogy honnan érkezett, hiszen többször is gólörömében a 304-es számot formálja kezeivel, sőt a cipőjébe is bele van varva a kerület irányító számának utolsó három számjegye. Az utcai focis időszaknak egy spanyol edző, akit egyébként Kubalának becéznek a magyar játékos miatt, szóval Innocente Díez vetett véget. Ő látta meg Yamalban a tehetséget, és elvitte őt a La Torretta nevelő egyesülethez, ahonnan pedig szinte rögtön átkerült a La Masia akadémiájára 7 éves korában. Az edzők hamar felfigyeltek rá, és elmondásuk szerint olyan gyorsan lépett előre a korosztályos csapatokban, hogy szinte senki sem tudta őt követni. 15 évesen már az U19-es csapatban játszott. Sokan azt gondolták, ilyenkor jön majd a nehéz időszak számára, hiszen fizikálisan le volt maradva a csapattársaitól, ám technikai fejlettségének, illetve agilisságának köszönhetően kompenzálni tudta a különbséget, és valahogy mindig győztesként jött ki a szorult helyzetekből. Lamine olyan veleszületett tehetséggel rendelkezik, amit nem lehet formálni. Olyan dolgokra képes, amelyek nem logikusak, de tehetsége miatt neki mégis működnek. Edzőként néha arra gondoltam, hogy mit taníthatok neki, ha olyan dolgokat tesz, amiket még a kispadról sem tudok elképzelni. Minél közelebb kerülsz Laminehoz, annál inkább rájössz, hogy a határozott címke kevés. Ő egy nagyon-nagyon különleges focista. 2022-ben Xavi többször is meghívta a felnőtt csapat edzéseire, majd pedig 2023 áprilisában debütálhatott is a nagyok között, a Real Betis ellen. A mindössze 15 éves játékos több helyzetet is kialakított a találkozón, ám végül gólt nem sikerült szereznie, de így is a klub történetének legfiatalabb játékosa lett, aki bemutatkozott a felnőtt csapatban. Ezt követően pedig 16 évesen is 57 naposan debütált a spanyol válogatottban is, ahol gólt is szerzett, és így ő lett a legfiatalabb játékos és gólszerző a nemzeti csapatban, és szintén bezsebelte ezt a két címet az Európa-bajnokságon is. Yamalt sokan Lionel Messihez hasonlítják, hiszen mindketten a La Masia növendékeként jutottak el a felnőtt csapatba, ráadásul mindezt elég fiatalon. Továbbá ballábasok, ugyanazon a poszton is szerepelnek, bár ez, mint tudjuk, Messinek később megváltozott. Mindezek mellett a játék stílusuk is hasonló. Egyikük sem fél egy-két cselt bemutatni, és így megzavarni az ellenfelet. Ráadásul a gyorsaságuk is megvan mindehez. Ezeket a hasonlítgatásokat csak még jobban felerősítette a fiatal játékos által posztolt fotó is, amint csupán pár hónaposan szerepelt Lionel Messivel egy UNICEF fotózásnak köszönhetően. Viszont azt is muszáj megemlíteni, hogy egy másik Barcelona játékoshoz is hasonló reményeket fűztek a katalán klub szurkolói, és Ansu Fatinak végül ezeket nem sikerült beváltania. Az előző szezont például a Brighton csapatában töltötte. Bár az is igaz, hogy őt folyamatos sérülések is hátráltatták. Minden esetre lehet nem a legjobb ötlet egy fiatal játékost bárkihez hasonlítani, hiszen ezzel olyan plusz teher kerül rá, ami lehet meggátolja a fejlődésben. De az biztos, hogy Lamine Yamal története még csak most kezdődött el, és úgy tűnik, fényes jövő áll előtte. Szerintetek sikerül neki mindössze 17 évesen megnyerni az Európa-bajnokságot? Válaszotokat írjátok le kommentben! Köszönjük, hogy megnézted a videót! Ha tetszett, akkor szeretnénk megkérni, hogy egy feliratkozással támogasd a munkánkat, és ezzel is segíts elérni a célunkat, amiért már régóta dolgozunk, mégpedig a 100 000 feliratkozót. Neked csak egy gombnyomás, ám nekünk sokat jelentene. Előre is köszönjük!